A színésznő mit sem sejtve a szerepét gyakorolja, amikor belép a számlával a szenes ember. Tessék csak figyelni! Péter, én szakítottam a kapatban. Bocsáss meg nekem. Vacsorázunk együtt. Sajnálom, drága, ma este nem érek rá. Halló? Igen, én. Őszintén szólva még nem tudom, hogyan oldom meg ezt a szerepet. Nagyon nehéz. Majd megpróbálom többféleképpen. Persze, ezzel foglalkozom egész este. Remélem, hogy a holnapi próbál már menni fog, de akkor most hagyjatok tanulni. Viszontlátásra. Na nézzük csak. Ön az, Durazzo di Savoir Marchi. Nem, ez így nem jó. Talán így. Ön az, Durazzo di Savoir Marchi. Esse jó. Talán így. Grámoljon. Alos, Durazzo di Savoir Marchi. Igen, ez így jó lesz. Tehát még egyszer. Alos, Durazzo di Savoir Marchi. Lépjen bejjebb. Kedves! Kérem én! Lépjen beljebb! Még beljebb! Látom a csodálkozást, mely arcán ül. Remélem, nem bátortalanítja el, hogy ebben a lengyel ruhában fogadom. Ugyebár emlékszik a múltra. Tudja, mi volt közöttünk? Három zsák fa. Figyelmeztetem! Mindent le fogok tagadni. Mindent kitöröltem az életemből, és figyelmeztetem, hogy célját soha el nem fogja érni. Megmondom a főnök úrnak. Bár! Bár, bevallom, örülök, hogy újra láthatom. És ha ön is mindent el tudna felejteni, talán előről kezdhetnénk az egészet. Előbb ezt tessék kifizetni, és akkor... Értem ezt a gúnymosolyt. Amit mond, csupa hidegség. Minden szavam langyos. Önnek talán már van valakije? Nem komoly. Mondja! Hát én nem vagyok elég szép! Valami enerváltságot látok magán. Hát csak így hatok önre! Márki! Nem, ez így nem jó. Márki! Nem Márki, Márci. Márki! Na fizesse Márki, azt megyek Márci. Most vessünk félre minden önállítást. Egyedül vagyunk. Ez az éjszaka gyönyörű. Hát nem ére semmit!
örökölt patalszar van. Nem! Ezt nem mondja. Ezt nem szabad mondania. Ön férfi. És én nő vagyok. De meg mi van az anya? Itt a szám. Itt a számla. Nem! Én nem akarom, hogy így beszélj velem. Értsd meg, ez az éjszaka boldoggá tehet. Hát ti nem érted ezt. Csak a tiéd akarok lenni. A tiéd! Most! Rögtön! Hogy csapdába csalla. Mondd! Félsz? Vesd le a kabátodat! Elvesztettem a manzsetta gombomat. Dobd le magadról ezeket a hiú cifraságokat! Milyen kellemes illata van! Milyen kellemes illata van a hajadnak. Ha fegyver van nálad, leteheted. Itt nem kell tartanod semmit. Itt biztonságban vagyunk. Mondd! Akarsz engem? Akarom tudni, hogy kívánsz! Mondd! Milyen áldozatot tudnál hozni értem? Milyen fehér a kezed, mint egy virág. A hajad olyan, mint egy lányé. Szép vagy. Egyetem. Fiatal. Gölyö, suhat. Mondd, mit szólnál ahhoz, ha ilyen fiatalon meg kellene hajlod? Micsoda? Marha, viccek, nagy sárkány! Menj! Eredj az ágyamban! Majd én követlek! Talán az éjszaka lecsillapít. Te csak menj az ágyba! Na,
Már rég itt vagyok az iskában. Az ágy csupa illat és sejem. Nyers sejem. Jönök rögtön. Mozgás. Vesd le az előítéleteket! Oh, az élet milyen furcsa! Ki tudja, mit hoz a sors? Bárnya, anya vajon. De csak aludj, édes, aludj! Csak a főnök úr meg ne tudja. És most következik az én bosszum. A férjem és két fivére itt vannak a szomszéd teremben. Itt vannak állik fegyverben. Most hívom őket! Meg fogsz hajni! Segítség, kérem! Ah!